pogácsa a legnépszerűbb sósfalatka nálunk. Készül belőle burgonyás, túros, sajtos is, de nekem ez a tejfölös a kedvencem, mert este gyorsan begyúrom, és reggel csak sütnöm kell. Persze elég lenne neki akár egy óra kelesztés is, de úgy vettem észre, hogy a hűtőben nagyon sokat finomodik a tészta állaga, így ha tudsz vele előre tervezni, készítsd el előző este. A lényeget még nem is mondtam, ez egy olyan pogácsa, amit nem kell 20 percenként pihentetni, hajtogatni, és mégis szuper leveles lesz. Na lássunk is neki! Azzal kezdünk, hogy lereszeljük a sajtot. A liszteket átszitáljuk, és az élesztővel, cukorral elkeverjük. Majd a sóval is. És most jöhet bele a sajt is, amit azért érdemes összeforgatni a liszttel, mert így egyenletesen fog szétoszlani a tésztában. A hideg, felkockázott vajjal és zsírral morzsásra dolgozzuk. Egyesével beleütünk két tojássárgáját is. Belekanalazzuk a tejfölt, és a tejjel egy sima rugalmas tésztát gyúrunk belőle. Fóliával lefedve egy órát, vagy akár egy egész éjszakát is pihentethetjük. Enyhén lisztezett deszkán kinyújtjuk egy centi vastagra, meghintjük liszttel, elsimítjuk és behajtjuk balról jobbra, jobbról balra, és újra lelisztezzük, majd háromba hajtjuk. Pihentetés nélkül újra kinyújtjuk kb. 2 centi vastagra. Reszelünk rá sajtot, és kiszaggatjuk a pogácsákat. A maradék leeső tésztákat alaposan összegyúrjuk, a pogácsákat egy sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk. A maradék tésztából, hogy szép pogácsákat süssünk, újra vékonyra nyújtjuk és lisztesen hajtogatjuk. Így rétegesek lesznek ezek is. Nyújtsuk, sajtozzuk és szaggassuk ugyanúgy, mint az elsőnél. A végén már annyi sajt kerül így bele, hogy azok lesznek a legfinomabbak. Végül előmelegített sütőben süssük készre. Köszönöm, hogy megnézted a videót! A receptet megtalálod a videó alatti leírásban és az annuskan.hu oldalon. Ha még nem láttad, akkor nézd meg ezt a két ételt is. Ugye jól néznek ki? Még több videóért iratkozz fel a csatornámra, és találkozzunk legközelebb is!